Üdvözlök mindenkit itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban az első hír, amit meg fogunk nézni, az pénzcentrum.hu weboldalon található. A címe: ez a generáció már alig ragaszkodik saját ingatlanhoz, érdekes eredményt hozott a felmérés. Február 2-ai ez a cikk, és így folytatódik: jelentősen nőtt a 30-59 évesek körében azoknak az aránya, akik úgy látják, nem sok esélyük van saját lakás tulajdonlására. A harmadik negyed évben 52%-uk egyetértett azzal, hogyha nem örököl vagy kap ajándékba lakást, akkor nem lesz kizárólagos saját ingatlanja. Ez jelentős emelkedés jelent éves szinten, tavaly ugyanis 44% volt ilyen borulátú. Mielőtt folytatnám, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Még néhány sort felolvasok ebből a cikkből, aztán elmondom, hogy mi is az, ami szerintem ez jelent számunkra. A K&H biztos jövő felmérése arra is rávilágított, hogy a választók negyede szerint az emberek túl nagy jelentőséget tulajdonítanak a saját lakásnak, és feleslegesen sok anyagi terhet bevállalnak érte. Az idén pessimistábbak lettek a középkorúak, ami saját lakás megszerzését illeti. Erre jutott a K&H. Az életkori csoport az 30 és 60 évesek lényegében, ami középkorúnak írnak ők, de az megdöbbentő, hogy mostanra oda jutottunk, hogy a 30 és 60 év közötti korosztály nem is lát, a fele nem lát esélyt arra, hogy saját ingatlanja lesz. 52% egyetértett azzal, hogy ha csak nem történik valamiféle csoda, akkor nekik nem lesz saját ingatlanjuk. Most az ingatlannal kapcsolatban érdemes annyit még tudni, hogy saját ingatlanja nem is nagyon lehet az embernek, sem Magyarországon, sehol máshol a világon. Hiszen az állam az tulajdonképpen, aki birtokolja azt. A kérdés csak az, hogy mikor határoznak úgy, mikor hoznak olyan törvényt, hogy azt elveszik az embertől. Még egy dolog ezzel kapcsolatban az az lenne, hogy a rezsi az egy olyan kontrollmechanizmus, amely szintén megerősíti ezt a gondolatot, hogy az embernek nincsen saját ingatlanja, amennyiben ugyanis valaki nem fizeti a rezsit, akkor azt az ingatlant elveszik tőle. A banki hitel megint csak igen becsapós, mert az emberek egy jelentős része azt mondja, hogy vettem egy lakást, vettem egy ingatlan, miközben nem ő vette azt, hanem a bank vette. A bank volt az, aki kölcsön adta azt a pénzt arra a vásárlásra, illetve arra a tranzakcióra. Ő pedig részletben fizeti vissza annak az árát, ami jóval több lesz az évek során, és igen ritka az, hogy az emberek figyelembe veszik azt, hogy mennyi változás következhet be mindezen időtartam alatt a jövőben, és hogy vajon ők képesek lesznek-e továbbra is finanszírozni azt a hitelt. Amennyiben pedig nem, akkor megint csak elvesztik azt az ingatlan, ugyanúgy, ahogy rezsitartozás esetén elvesztik azt az ingatlan, vagy ha az állam úgy dönt, hogy azt éppen saját céljaira államosítja, mint ahogy az végtelen esetben előfordult már a múltban. Hogyha tovább megyünk ezen a gondolatmeneten, és mindenki, a többség ugye legalábbis szerintem városokban lakik, társasházban, 10 emeletesekben, 4 emeletesekben. Szintén becsapós azt mondani, hogy ez az én tulajdonom, mivel mi is az ő tulajdona ott. Az a talpalatnyi föld, amin jön, megy ide-oda, az a néhány szoba, az a kocka abban a kaptárban, sokra nem megy azzal a tulajdonnal. Persze nyilván így vagyunk programozva, így vagyunk szocializálva, hogy ezt elfogadjuk és ezt gondoljuk az ingatlanról. Érthető tehát, hogy az emberek, különösen én úgy hiszem a fiatalság egy jelentős része már nem is gondolkodik abban, hogy neki lesz saját ingatlanja, hanem egyszerűen úgy van vele, hogy ő majd bérelni fogja ezt egész élete során, mint hogy én is gondolkodtam erről igencsak hosszú ideig. Haladván tovább ebben a cikkben, a kutatás szerint, miközben az elmúlt 4 évben 64%-ról 75%-ra nőtt a középkorúak esetében a saját tulajdonú lakóingatlannal rendelkezők aránya, tehát növekedett ez a arány, köszönhető annak is, hogy az infláció felgyorsulása előtti alacsonyabb kamatkörnyezetben
könnyebben tudtak lakáshitelhez jutni. Pontosan ez az, amiről beszéltem. Hogyha valaki hitelre vesz egy ingatlant, az nem az övé, az a banké az az ingatlan. Addig a napig a banké, amíg ő azt a törlesztést le nem zárja. Ugyanakkor a jelenlegi bizonytalanabb környezet miatt az idén jelentősen megnőtt azok arány, akik úgy gondolják, hogy nem juthatnak a jövőben saját lakáshoz. Még egyszer, ugyanez vonatkozik az autóra, a porszívóra, teljesen mindegy, hogy milyen áruhitelről van szó, felújítás, hogyha ingatlanról van szó, legyen az külterület, belterület, teljesen mindegy, csok. Minden, ami azt eredményezi, hogy én tartozok a pénzintézetnek, és azt vissza kell fizetnem egy bizonyos ideig, csak akkor lesz az enyém az ingatlan, amikor lejár az a törlesztő résztök. Az utolsót is kifizettem, és az én nevemre kerül. Addig az a banknak a tulajdon. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooautya.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!